nagyszüleim tanyasi emberek voltak. Ezáltal a vidéki ember hétköznapjait, ünnepeit, hát ilyen testközelben is maga a környékhez mérten autentikus formájában tapasztalhattam meg. És a színésznek nagyon fontos az autentikus megszólalás, az igazi megszólalás, hogy amikor megszólok, akkor legyek őszinte. A népzenét is ugye nem véletlenül nevezik autentikus népzenének. Ugye a néni, amikor sír, és ezek az egészen különleges népdalok, kérek szépen, amit hát Csóri Sándor fogalmazta, hogy ezek a szürreális, kinyílt az ég három felé, csütörtökön virradóra szálltam a bánat hajóra, tehát ilyen külön, és ugyanakkor a népdalok humora, adott esetben kegyetlensége, ha úgy tetszik, gyógyító kegyetlensége, ahogy a halott kísérő, kérlek szépen, azt a funkciót tölti be, hogy a gyászolókban, ha úgy tetszik, még jobban megforgassa a fájdalom tőrét, hogy akkor éljék ki ezt a szenvedést, ezt a fájdalmat, és később ne tokosodjon beléjük ez a dolog. Tehát, hogy funkcionál az adott közösségekben ez az igazi, autentikus nép, de ez mind igen nagy erővel hatott rám, egyfelől a gyerekkoromban, és később a maga teljességében, akkor, amikor a táncházban megismertem az erdélyi népzenei kultúrát. Ott alapvetően van egy olyan problematika, tehát a Whitefülű, a kiművelt zenei tudással bíró, hát kérlek szépen zenéhez értőknél van egy ilyen problematika, amit a Varnus Xavier fogalmazott meg egyszer nézve a Parasztopera című előadásokat, hogy nem értem, hogy miért nem hangolják be a hangszereiket, ugyebár? Vagy hogy mi ez, ami így énekel, amikor miért nem ott van a kiművelt hang? És ugye hát van, nem véletlen, hogy nem szeretik az énekorán a népdal éneklést, mert ocsitar, ugye, tehát van egy óriási kontraszt, holott azok, akik ezt tanítják, azt mondják, hogy ez egy képzett hang, ennek így kell megszólalni. És az, amikor ez a torokon, vagy éppenséggel ez az ősi intonációra, azt mondják, hogy ez nem, ez primitív, pallérozatlan, nem, ezt fel kell hozni arra a szintre, és attól már az modoros lesz, és a jó ízlésű ember attól az már nem szereti annyira hallgatni. Na és aztán azon túl pedig hát vannak azok az emberek, akik nem szeretik ezt a muzsikát, ezt a kultúrát, érted? Ez egy, akárhogy is nézzük, ez egy klub lesz, akiket megérint, ilyen mélyen megérint a magyar, vagy egyáltalán a népzene, érted? Tehát azzal nem tudsz mit csinálni. Most éppenséggel vannak ezek a felszállott a páva, vagy nem tudom, van, aki nézi, és akkor úgy megérint. Nyilván az is, abban is talán lehet egy kis visszás, hogy kérlek szépen a kereskedelmi tévék formavilágában akarja ezt az autentikus formát mutatni, ami nem mindig, nem feltétlenül, de összességében például szeretem nézni, és mindig elragad, meg szeretem ezeket a dolgokat, de hát ez például egy vízválasztó. Valaki meglátja ezt a, meghallja ezt a muzsikát, vagy meglátja, azonnal elkapcsol, és ilyen tekintetben én azt gondolom, hogy nekünk talán nem tűnik szemtelenségnek, vagy nagy beképzeltségnek, ha azt mondom, hogy úgy a Parasztopera, mint a többi előadásainkkal, mi azt meg tudtuk csinálni, hogy azok az emberek, akik úgy amúgy nem szeretik ezt a kultúrát, a mi előadásainkban elfogadják, mi több tudnak vele azonosulni, és adott pillanatban ideig, óráig magukénak is érzik. Talán azért, mert kellő öniróniával és humorral használom, illetve ábrázolom ezeket a hatásokat. Ugyebár hát kortárs alkotó, kortárs művészek vagyunk itt jelen időben, így neveznek bennünket, és így nevezzük egymást, és én nagyon szeretem Ági munkáit, kérlek szépen, nagyon sokat hallgattam, kérlek szépen, van egy felvétel, ez a Jól esik a búj szívnek, hogyha panaszolhat, azt bele is tettem a titkainkba, az is megihletett, és örömmel láttam, hogy Ági is egyre másra hát megjelenik az előadásainkon, és ez nagy örömmel töltött el, és például, amikor volt a Parasztopera 250. előadás, akkor például meghívtam Ágit, hogy mondjon egy-két keresetlen szót a Parasztoperáról. Tehát összességében ez egy aféle a kortársak kölcsönös tiszteletén alapuló barátságot.